23.500 darab egynyári virágot ültetnek el a napokban a Netta Pannonia Kft. Munkatársai a városban. Az árvácskák és tulipánhagymák helyére kerülő növényeket egy kiskanizsai termelőtől vásárolta a cég. Bársony és jégvirágot is ültetnek a szakemberek a város több pontján, a hivatal elé egyébként utóbbi növény került. Összesen 950 négyzetméteres területet virágosítanak a Netta Pannonia Kft. Dolgozói. Május hónapban elkezdődtek a Nagykanizsa város területén és a két nyári dísznövények és a tulipánhagymáknak a kiszedése a virágágyákból. A helyükre egy nyári dísznövények kerülnek, mint bársonykavirág, szalviák, kúbvirágok és jégvirágok. A kiszedett növényeket, azokat elrakjuk a komposztálóba, az új növényeket pedig egy kiskanizsai termelőtől vásároljuk meg. Közel 23.500 darab egynyárit fogunk kiültetni 950 négyzetméteres területre, és az idei évben már az Eötvös téren kialakított új egynyári virágágyat is beültettük, szintén a mi kezelésünkbe került az a terület.